Most Lajos, hát mondtad, hogy majd kíváncsi leszel az első negyedre, és kicsit lassan is indult be a gépezet, de azért a végén az maga biztosan meg lett. Hogy értékeled a meccset? Nézd, nem szeretem ezeket a matiné jellegű mérkőzéseket, mert nincsenek hozzászokva a játékosok ehhez. Ez nem a védelmükben, mondom, de előre jeleztem ezt nekik. Tehát ezt profi játékosoknak tudni kell, hogy kellemetlen időpontban van a mérkőzés, föl kell törögni, profi mentalitással kell idejönni. Nagyon nem tetszett az egész, megmondom őszintén. Ugye ez a három hét, amire megálltunk, ez megint visszavetett minket. Ugye már jeleztem, hogy jövő héttel nem jövünk Martfűre, hát ott gatyában lesz ráz megint a társaság, mert ez az én számomra elfogadható. Köszönöm szépen, Lajos. Nos, az, hát az imént azt írtuk ki a Facebook posztunkba, hogyha nem is könnyen, de magabiztosan nyertetek. Gondolom azért ez az időpont se ideális a versenysportra, ez a délelőtti időpont. Hogy láttad ezt a mérkőzést? Nehéz volt, de tudtuk, hogy nehéz meccsünk lesz. Három hetet nem játszottunk meccset, még most sem vagyunk teljesek, és három vagy négy helyen volt a csapat, tehát volt felnőtt válogatott, szerb válogatott, montenegrói válogatott, univerziádé, és volt, aki maradt a Vasassal edzeni, tehát ezen a héten próbáltuk összekapni magunkat, és az erőszinteket is egy szintre hozni, valamint azt a taktikában is újra megérezzük egymást. Tudtuk ezt, mi játékosok is, a stáb is, Lajos is éreztük, hogy ez egy ilyen meccs lesz, nem olyan, mint az első. Az, hogy 11-kor játszottunk, világversenyen is van 11-kor meccs, Magyar Kupában is volt 11-kor meccs, ez nem gondolom, hogy tényező, egyébként minden reggel 11-től vagyunk vízben, ez nem volt tényező. A lényeg a három pont, az megvan. A játék az az első két negyedben szerintem finoman szólva nem volt jó. Utána azért sokkal jobb és tetszetősebb dolgokat csináltunk. De hát egyébként jó csapat ez a KSI, hajtanak, küzdenek, nagyon jól úsznak, úgyhogy most ennyi volt benne. Ötször betaláltál, elég jó lövőszázalékot hoztál, azért felszívtad magadat erre a meccsre, de gondolom ez kell is mindig. Szerintem mindenki felszívta magát. Van olyan meccs, amikor jobban megy, ott maradok, esetleg sikerül olyan akciókat csinálni, amiből gólokat érhetek el, vagy érek el. Most ez így alakult. Szerintem az a jó itt a Vasasban, hogy mindig van olyan, aki a vállára veszi a csapatot. Köszönöm, Bence, gratulálok. Én is köszönöm.